Na jó. Én nem hagyom magam befolyásolni, csak azért, mert Miyamoto lefizetett, vagy pedig azért, mert Link Yaoit rakott ebbe a gamebe. Most elmondhatnám a saját véleményemet, de igazából nem kell, mert ha itt árukeresőn rámegyünk a véleményekről, és ott megnézzük az egyetlen egycsillagosat, akkor igazából így teljes mértékben megkapjuk az őszintét, és erre is volt szüksége mindenkinek, nem értem, hogy miért az egy ember ilyen... Hát ez zseniális, szóval... Jézusom! A termék kiválasztásának köszönöm, hogy 21 ezer forint ezerő játékért ellenzést kellene kérni, inkább egyet értek. Fogalmam sincs, mi a jó ebben az overrated játékban, tele hegyel, amire nem lehet felmászni. Ja, olyan kevés ebben a hegy, amire tényleg fel lehet mászni. Lóvessze viszont egy irányíthatatlan, amit még magam most se lehet hívni. Fúj! Játékmenet fuss el A-ból B-be, tyűha nagy játék még én, harcmechanika kb. Nincs, rosszul is fut. 3000-ért mondanám, hogy megéri, annyiért jó játékot is lehet venni. 3 éves és még mindig ugyanannyi, inkább megyek Dark Souls-ozni helyette. Hátrányok, drága, idegesítő, dedós, rossz mechanika jelvezhetett lehet. Annyira igaza van komolyan, mert ez egy fos. Hogy... nem, fúj, nem. Köszönöm, Béci, hogy ezt megosztottad velünk, mert te vagy a világ megmentője. Ez a vélemény fogja helyre tenni most már a game kritikákat. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Hajrá, Béci!